Lezárták Jeruzsálemben annak a palesztin férfinak a családi házát, aki 7 embert ölt meg egy kelet-jeruzsálemi zsinagóga közelében. Az izraeli hatóságok korábban letartóztatták a merénylő szülei, családtagjait és a közvetlen környezetéhez tartozókat. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök a hétvégi terrorcselekményekre válaszul több intézkedést jelentett be. Ezek közt szerepel a terroristák családtagjainak társadalombiztosításhoz való, illetve tartózkodási jogának megvonása, az izraeli lakosság pedig könnyebben juthat majd fegyverhez azzal a céllal, hogy az emberek megvédhessék magukat. Kiterjesztjük és felgyorsítjuk a fegyvertartási engedélyek kiadását több ezer izraeli állampolgár számára, beleértve a segélyszolgálatokat is. Nem a feszültség növelésére törekszünk, de minden forgatókönyvre felkészültünk, közölte az izraeli kormányfő. Kelet-Jeruzsálemben a hatóságok több palesztin otthont is leromboltak, amelyek állítólag engedély nélkül épültek. A nemzetbiztonsági miniszter hamarosan törvényjavaslatot nyújthat be a terroristák lehetséges halálbüntetésére vonatkozóan.